Ezek a képek még 2 éve készültek, 2019 húsvét szombatján, akkor még csoportosan, közösen rajtolhattak a Dunaparti halásztanyától a Kikelet-tere futás és túra résztvevői. 2020-ban elmaradt a rendezvény, idén azonban, ha rendhagyó módon is, de megszervezték a népszerű sporteseményt. 2015 óta szervezem a úgynevezett kikelet futást, amely már immár hagyományossá vált, minden évben nagy szombaton kerül ez megrendezésre. Ez gyakorlatilag egy teljesen ingyenes közösségi futás, kijelölt útvonalon a regisztrálók el tudnak indulni, tehát szalagokkal, táblákkal van jelölve az útvonal, és egy ilyen közös futás szokott minden évben lenni. Akkor, amikor normál helyzet van. Most ugye a koronavírusos helyzet ezt az egészet átírta a tavalyi évben és az idei évben egyaránt. A tavalyi évben tavasszal, nagyszombaton akkor nem tudtuk megrendezni, ugyanis akkor volt a napközbeni kijárási korlátozás is, és én úgy gondoltam, hogy nem szeretném idén is megfosztani a futókat ettől az élménytől, és kihirdettem egy ilyen rendkívüli kikeletfutást, amelynek az volt a lényege, hogy ugye tömeges futást azt nem lehetett szervezni, mert azt ugye sehol nem engedélyezték, de kijelöltem ugyanúgy az útvonalat, mint normál esetben, és a futók egyénileg ezt a kijelölést egész hosszú hétvégére, tehát 4 napra kint hagytam, és a futók az általuk megválasztott időben bármikor lefuthatták. Volt egy lehetőség arra is, hogy ha ezt fotókkal dokumentálták, és ezt megosztották a Dunamenti Futók Facebook csoportban, akkor ezzel lehet nyerni egy pusztafutás nevezést, ami júliusban kerül megrendezésre. A mostani kikeletfutáson regisztráló az rekordmennyiségű volt, ugyanis több mint 120 regisztrálónk volt. Most abból, hogy mennyien jöttek ténylegesen el, sajnos nem tudom megmondani, mivel ugye nem volt dokumentálva az, hogy mindenkinek, hogy ki mikor futott mennyit. Különféle távok kerültek kijelölésre. A gyerekeknek egy bő 1 kilométeres szakasz volt kijelölve a horgásztanyától indulva. Utána volt a felnőtt távok, azok az erdőben kerültek kijelölésre. Volt 4 kilométer, 8 kilométer, 16, 20 és 25 kilométeres távok. Ezek nagy része erdőben, mezőgazdasági területeken, gyümölcsösökön vezetett keresztül, sőt, még a 3 hosszú táv, még a Bölcskei Pince faluba is betértek. Gyakorlatilag igyekeztem, sőt, ez minden futó eseményemre jellemző, hogy igyekszem a legszebb részeket egy csukorba fogni, és ezeket beépíteni az útvonalba. Az útvonalak szalagokkal és irányjelző táblákkal voltak jelölve. Kisegítésképpen egyrészt az útvonalat is le lehet tölteni, másrészt én készítettem egy segédtérképet, aki szintén letölthette magának nyomtatható formájában, rásegítsen a tájékozódásra. Bízom benne, hogy jövőre már a normális körülmények között a futótársakkal találkozva rendes kikeletfutást lehet tartani húsvétkor nagyszombaton. A közösségi oldalon tömegével posztolták a futók a képeket, ezzel is dokumentálva, hogy örömmel vettek részt a sporteseményen.